Megyen a Pócs Petriben tartották az idei ünnepséget, az agrárminiszter is jelen volt. Sportos fejlesztés, tornaudvart és sportpályát avattak a Nyírbátori Katolikus Iskolában. Maszmók az indiánok között, mesedarabbal is készül az új évadra a Móczi Zsigmond Színház. Idén Pócs Petriben tartották a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés évente megrendezett megyenapi ünnepségét. Arra emlékeznek ilyenkor, hogy 1992-ben május 20-án tartott országos zsinatot Szent László királyunk Szabolcsföldvárában. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Az évente más-más megyei helyszínen megtartott eseményen Nagy István agrárminiszter arról beszélt, hogy Pócs Petri a megmaradás jelképévé vált. A község az 1948-as koncepciós per és az egyházak üldöztetése miatt lett országos hírű. A péntek délutáni ünnepségen a megyei önkormányzat kitüntetéseit is átadták. Szabolcson Szent László király emlékművénél vette kezdetét a megyenap pénteken. A megyei közgyűlés vezetői koszorúzással emlékeztek az egykori uralkodóra, aki 1992. május 20-án országos zsinatot tartott a tiszaparti településen. Ehhez a dátumhoz kötötték Szabolcs-Szatmár Bereg megye napját, amelyet 2005 óta tartanak meg. A megyei önkormányzatnak is egy régi törekvése, hogy Szabolcs történelmi emlékhely rangot kapjon, amely méltó elismerése annak a történelmi ténynek, hagyománynak, hagyatéknak, amely Szabolcsot a ország térképére teszi, és méltó büszkeséget ad a Szabolcs településnek, illetve az egész megyének ez a történelmi esemény. Szent László király korának egy fantasztikus személyiségi alakja volt, belakta az egész Kárpát-medencét, csatázott a hunokkal, Erdélytől kezdve Kisvárdáig, püspökséget alapított, hódított, ami a korban a lovagi eszmény kifejezése volt. Méltó emlékezünk rá, és ezzel a feladatainkra a jövőbe is erőt tudunk meríteni. A megyenapi ünnepséget idén Pócs Petriben tartották. A község az 1948-as koncepciós per és az egyházak üldöztetése miatt vált országos hírűvé. A rendszerváltásig a kommunisták által megbélyegzett településként tartották számon. Tamás György polgármester szerint az elmúlt 30 év sikerét jelzi, hogy a megye közössége itt ünnepelt. Pócs Petri úgy gondolom, hogy egy olyan közösség, aki megszolgál erre a feladatra is, és úgy gondolom, hogy színvonalasan meg tudtuk rendezni ezt a megyenapot, a kitüntetések átadását. Az ünnepségen összesen 12-en vettek át kitüntetést. A Gyulaházáról elszármazott, jelenleg Kanadában élő és tevékenykedő Eszterhai Katalin Kozma Pál díjat kapott. Az írónő erre az eseményre utazott Kanadából haza Szabolcs-Szatmár Bereg megyébe. Most díszbe öltöztettem a szívemet, és amikor meghallottam a hírt, sírtam, mint egy kis gyerek. Mert ezt nem lehet nem sírással fogadni, de ez nem szomorúság, hanem az örömkönnyek voltak. És meg kell, hogy mondjam, hogy én úgy érzem, hogy nekem ez a hazai. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a földet, nagyon szeretem, hogy gondolhatok rá, mert itt kaptam meg azt, ami engem vezérel. Én tudok és merek álmodni, hinni a jövőben. Elhiszem azt, hogy az emberek jók, hogy mindenre képesek vagyunk, hogyha akarjuk. Beres András győri megyés püspök, Pócs Petri szülöttje a hazaszeretetet és a kereszténység erejét emelte ki. Mindig örömmel jövök, hiszen a haza, a szülőföld az mindnyájunk számára egy nem csak emlékeket ébresztő, hanem egy kicsit önmagunkkal szembenézésre késztet, hogy innen indulva az ember hogy tudott az itt élők örökségével gazdálkodni, és hogy tudom ma esetleg az itt lévők számára ezt felhasználni, kamatoztatni. Örömmel jöttem, és nagyon örülök, hogy itt lehettem ezen az ünnepségen is. Nagy István agrárminiszter is hazalátogatott, ő is Szabolcs-Szatmár Bereg megye, szűkebben véve pedig Újfehértó szülöttje. A tárca vezető hangsúlyozta, Pócs Petri a megmaradás jelképévé vált, ami minden megyei közösség számára példát mutat.
az, hogy kiálljunk az értékeinkért, kiálljunk a hitünkért, hogy akarjuk megvédeni azt, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy mindazon hagyományok, amelyeket itt élünk át és teremtettek elődeink, hogy azok fontosak itt a 21. században is, ezért minden nap tenni kell. És ez Pócs Petri üzenete, hogy érdemes kiállni, mert a megmaradásunknak pontosan az a lényege, az az üzenete, hogyha kiállunk ezekért az értékekért, akkor megmaradunk itt a 21. században is. A megyenapi ünnepségről a hétfői 35 perc című műsorunkban láthatnak hosszabb összeállítást. A megyenapi ünnepséget élőben közvetítette televíziónk, ha ezt elmulasztották volna, akkor az interjúkkal kiegészített felvételt megismételjük június 11-én, szombaton 21 órától. Sportudvarral bővült a Bátori István Katolikus Iskola Nyírbátorban. Az intézményben korábban tornacsarnok épült, mostantól szabad térben is sportolhatnak a diákok. Az átadón Soltész Miklós államtitkár azt mondta, a kormány folyamatosan bővíti és korszerűsíti az oktatási intézményeket felekezeti hovatartozástól függetlenül. Az átadással párhuzamosan rendezték meg a követet, azaz a középiskolások egyházmegyei találkozóját. Táncos koreográfiával készültek az alsósok az új iskolaudvar átadására. Ez az egyik olyan beruházás, amely a biztonságos testmozgás lehetőségét adja az intézményben. Itt nem csak rekordtámborítású pálya, de konti park is készült. A fejlesztésre azért is szükség volt, mert az iskolában testnevelés fakultáció működik. Mi egy több célú intézmény vagyunk, van óvodánk, általános iskolánk és gimnáziumunk, és az általános iskolai részlegünkön, egységünkben testnevelés tagozat működik. Két évvel ezelőtt adtunk át egy sportcsarnokot, de nem volt lehetőségünk arra, hogy a gyerekek kint sportoljanak a szabadban, ezért volt nagyon fontos ennek a sportpályának a megépítése, illetve az intézményben Diáksport Egyesület működik, ahol van egy atlétika szakosztály, de addig nem tudtak a gyerekek sportolni az intézményben, amíg ezt meg nem építették. Maga a beruházás 170 millióból valósult meg, ami tartalmazza ezt a sportudvart, illetve az iskolaudvarnak a fejlesztését. Legyen megáldva és megszentelve ez az új pálya az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Az iskolaudvart Palánki Ferenc, a Debrecen Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye püspöke áldotta meg. Az átadást összekötötték a középiskolások egyházmegyei találkozójával, a követtel. Több száz katolikus diák töltötte meg a néhány éve átadott tornacsarnokot, ahol Simon Miklós országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy jelentősen fejlődtek az oktatási intézmények a térségben. A választókerületünk, amely Vállajtól Újfejértóig terjed és 33 település számlál, mostanára épült ki a választókerületünkben az egyházi oktatási, nevelési, szociális rendszer. Összesen 12 intézményt számlál ez a történelmi egyházak működtetésében lévő rendszer. Görögkatolikusok, római katolikusok és református egyház működteti ezeket. És azt kell, hogy mondjam, kedves diákok, kedves vendégek, hogy a legütőképesebb, a legjobb intézményeket az egyházak működtetik. A beruházás részeként elkészült egy 20x40 méteres rekordtámpálya, amelyet 200 méteres futókör vesz körül, és kiegészít két távolugró pálya is. Soltész Miklós államtitkár azt mondta, az elmúlt évtizedben jelentős forrásokat áldozott a kormányzat az oktatási intézmények felújítására. Az elmúlt 10-12 évben mind épületállományban, mind például a sportfejlesztésben, sportcsarnokok, sportudvarok fejlesztésében hihetetlen változás történt, és mindez szolgálja a közösséget, legyen az egyházi vagy pedig állami önkormányzati iskola, de szolgálja az egész nemzetet is. És amikor arról beszélünk, hogy szolgálat, akkor nyilván a következő időszaknak az lesz az egyik feladata, hogy mindezeket az épületeket, közösségi helyiségeket, iskolákat lélekkel is, illetve programokkal is, közösséggel is megtöltsük.
amelynek nyilván a célja nem más, mint hogy a hazaszeretetnek az erősítése és a gyermekekben a szívükbe való elhelyezése. Mindenképp fontos a kereszténység megőrzése és továbbadása, és mindenképp fontos a közösség szolgálata. Hogyha ezt az egyházi iskolák, persze a többi is meg tudja adni gyermekeinknek, akkor itt nem lesz baj a magyarsággal, nem lesz baj ezzel a nemzettel és ez az országgal 100 év múlva sem. A beruházás 170 millió forintba került. A nyírbátori Bátor István katolikus óvoda, 2 tanítási nyelvű általános iskola és gimnáziumba több mint 1000 gyermek tölti mindennapjait. Szinte párhuzamos mentőszolgálatot kellett kialakítani a járvány alatt az Országos Mentőszolgálat regionális szervezetében. Dr. Korcsmáros Ferenc igazgató azt mondta 35 perc című műsorunkban, hogy 74 éves történetük alatt még soha nem volt olyan nagy a terhelés, mint az elmúlt időszakban. Sőt, alig ért véget a járvány, kitört az orosz-ukrán háború. A menekültek ellátásában szintén jelentős szerepet vállalt az Országos Mentőszolgálat. Folyamatosan tesztelték a gyanús eseteket a Covid-járvány idején a megyében. Ebben a munkában jelentős részt vállalt az Országos Mentőszolgálat regionális szervezete is. Úgy végezték ezeket a teszteket, hogy közben hagyományos tevékenységüket, a mentést és a betegszállítást is meg kellett oldaniuk, mondta 35 perc című műsorunkban dr. Korcsmáros Ferenc regionális igazgató. Olyan kihívásokkal kellett megküzdenünk, amire nem is volt bevált recept, eljárásrend, ugye az elején még mindenki csak a kiutat, a megoldásokat, a lehetőségeket keresi, illetve a probléma lehetséges mértékét próbáltuk megtervezni, felvázolni. Majd ugye olyan feladatok kerültek a mentőszolgálathoz, amely nem klasszikusan a mentőszolgálat mindennapi feladatául adódott az elmúlt 74 évben. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy egy párhuzamos mentőszolgálatot építettünk ki, amely egyik része megfelelt a klasszikus békebeli ellátási formáknak, hiszen infarktus, baleset az továbbra is volt Covid helyzettől függően vagy függetlenül, és természetesen ugye a Covid világjárvány jelentette speciális ellátási formák, szemléletmód is be kellett gyűrődzön a szolgálat életébe, illetve ugye 2 plusz olyan feladatot is kapott a mentőszolgálat, már a kezdetekor a határ beléptetésnél az egészségügyi szűrést az én bajtársaim végezték az összes határszakaszon, illetve a mintavételezési eljárásokban is markánsan kivette az Országos Mentőszolgálat a részét, akár az úgynevezett statikus mintavételi pontokon, akár a betegek lakásán történő mintavételezésben. Úgyhogy ezekre teljesen új eljárásrendeket, kubatúrát, eszközrendszert, módszertant kellett kidolgoznunk az elmúlt években. Február végétől folyamatosan érkeznek a menekültek a magyar-ukrán határon át. Alig ért véget a járvány, már is újabb extra feladatot kapott a mentőszolgálat. A menekültek egészségügyi ellátását végezték el a határon. Kézben tartható, karban tartható az a kihívás, az a megterhelés, ami ott jelentkezik. Persze külföldi állampolgárok, igen, sok esetben a személyazonosság, az alapbetegségek, a kórtörténet, a gyógyszerszedés, minden kérdéses, de nagyon sok társadalmi szerepvállaló, illetve alternatív mentőszervezet teljesít a határon szolgálatot. Ugye a kormányhivatal, illetve maga a kormány megbízott fogja össze az ottani munkát. Nagyon jó kapcsolatunk van minden kint lévő civil szervezettel vagy mentőszervezettel, és így együtt közösen, hál' Istennek azt látjuk, hogy nem volt még olyan kihívás, aminek nem tudtunk volna megfelelni. Mindenki számára meg tudtuk találni a megnyugtató megoldást. Sok esetben nem is egészségügyi megoldást kellett itt találni, hanem szociális ellátási formákat, vagy pedig szétszakadt családoknál megteremteni egyfajta elhelyezési lehetőséget. Tehát nem is mindig kifejezetten az egészségügyi volt, de természetesen ott voltunk, ott vagyunk, és ezekkel a szervezetekkel közösen segítünk, ahol tudunk. A regionális szervezetben jelenleg 1500-an dolgoznak, és nincs betöltetlen álláshelyük. Eszközparkjuk is folyamatosan fejlődik, hogy minden körülmények között a legjobb ellátást tudják nyújtani a bajban lévőknek.
Izgalmas mesével készül a következő évadra a Móri Zsigmond Színház társulata. A Maszmók az indiánok között című mesejáték Észak- és Dél-Amerikában játszódik. A darab az óvodás bérlet első előadása lesz majd szeptemberben. És megdörzsöl egy csupa haj, kopasz fejét, szép, fényesre ügyni! Még véget sem ért az idei évad, de a Móri Zsigmond Színház művészei már a következőre készülnek. A napokban a sajtó munkatársai láthatták, hogy milyen élményekben lesz majd része ősszel azoknak az óvodásoknak, akik megnézik a nagy utazó, Maszmók legújabb kalandjait. A történet Észak- és Dél-Amerikában játszódik, témája pedig a bolygónk, a föld megóvása. A kalandok során Maszmókkal együtt megismerjük a Sioux indiánokat, átmegyünk Mexikón, majd a Dél-Amerikába vezető keskeny föld nyelven, egészen az Andokig, de kicsit belekeveredünk a riói karneválba is. És ez a kisfiú, Maszmók, aki nagy indián barát, szereti az indiánokat, szereti az indiános történeteket, ő álmodja magát az indiánok közé, és mivel az anyukája aznap este, ami este ezt játszódik éppen a tanulmányt ír a környezetszennyezésről, ez ugye, mint utolsó információk a gyerek fejében, arról álmodik, és ezt rakja össze ő a környezetszennyezést, az indiánokat. A darab rendezője, a színház művésze íróként is részt vett a mesejáték elkészítésében. Urmai Gábor nagyon kedveli ezt a műfajt. Egyrészt szeretek a gyerekeknek játszani. Ugye ez ilyen általános mondat, hogy a gyereknek nem lehet mismásolni, ha unatkozik, ő nem udvarias, nem figyel oda. Igen, és ez igaz. Valóban nem figyel oda. Ha nem kötjük le a figyelmét, akkor ő unatkozik, akkor ő nem viselkedik, akkor ő ficereg, mocorog, viszont hihetetlenül egy tud jönni a történettel, hogyha ő azt élvezi. Az előadás zenei világa az észak-amerikai indiánok dalaiból, a mexikói és dél-amerikai maják, inkák zenéjéből épül fel autentikus hangszerek kíséretében. A címszereplőt Friedrich Noémi alakítja, játszótársai Jenei Judit, Nagyidai Gergő, Horváth Viktor és Urmai Gábor. A mesejáték bemutatóját szeptember végén tartják majd a Móri Zsigmond Színház művész stúdiójában. Idegenben győzött a szezon utolsó meccsén a kisvárdai női kézilabda csapat. Bakó Botond együttese az NB1 26. fordulójában Dunaújvárosban nyert 26-25-re. Az aranyérmet a győri Audi Eto KC szerezte meg, a kisvárda a 7. helyen fejezte be a bajnokságot. Bajnokként zárta a szezont a nyíregyházi Teke klub ifjúsági csapata az NB1 keleti csoportjában. A Molnár Dávid, Végvári Krisztián ifjú Szojka Miklós összeállítású együttes 19 győzelem mellett háromszor szenvedett vereséget. A felnőtt csapat a 9. helyen végzett a bajnokságban. Itt még gazdára várt a 4 aranyérem és a bajnoknak járó selleg, majd a nyíregyházi Teke klub 3 fiatal versenyzőjének és a felkészülésüket segítő Mogyorósi Péternek a nyakába kerültek a bajnoki címért járó medáliák. A 13 éves ifjú Szojka Miklós, a 14 esztendős Végvári Krisztián és a 16 éves Molnár Dávid alkotta NTK magabiztosan szerezte meg a bajnoki címet az ifik között az NB1 keleti csoportjában. Már tavaly is látszott, az ifjúsági csapat nagyon együtt van, tehát egymásért játszanak, szeretik csinálni, és így segítik egymást. Tehát ha az egyiknek véletlenül nem is ment annyira, de a másik jobban ráhúzott, és akkor így tudták hozni. Ennyire, tehát ilyen magas szintű eredményre nem számítottunk, mert hát 8 ponttal nyerték meg a bajnokságot. Tehát már az utolsó 4 meccs már nem volt nekiek fontos, mert akkor bajnokok voltak. A Tekében 23 év az ifjúságiaknál a felső korhatár. Ehhez képest Molnár Dávid 16 évesen a nyíregyházi csapat korelnökének számít. A már a felnőttek között is bemutatkozó fiatalember elmondása szerint a bajnoki címet tűzték ki célként maguk elé tavaly ősszel. Ifi szinten így kezdtük a szezont, hogy megszerettük volna nyerni az egész bajnokságot, mivel egy felsőbb osztályból estünk ugye ki, és gondoltuk, hogy ezt meg kéne csinálnunk, legalább ennyit, és igazából az első meccsek jól mentek, és bíztunk benne, hogy sikerülni fog,
és sikerült is. A Szuperligából történő kiesés után voltak változások a felnőtt csapat keretében, de az NB1-ben elért 9. helynél azért jobbra számított a klub vezetése. Mikor az első három meccset itt volt, megnyertük egymás után, vérmesebb reményeink lettek, de sajnos utána jött az igazság, hogy pont majdnem mindig annyian voltunk, ahányan el kellett játszani kellett, tehát cserénk nem volt, és így nehéz volt olyan játékosokat lecserélni esetleg, akik úgy gyengébben ment, de soha nem tudtunk úgy tisztességesen felállni, ahogy szerettünk volna. A három fiatal nyíregyházi tekéző a jövő hét végén a budapesti egyéni utánpótlás bajnokságon lép dobóállásba. Aztán befejeződnek az edzések, nyáron ugyanis teljes gépészeti felújítás végeznek majd a Tekecsarnokban. Vereséggel zárta a bajnokságot a Nyíregyháza, Spartakusz Feckó Tamás együttese az NB2 38. fordulójában Szegedet fogadta, és a vendégek 4-1-re megnyerték a mérkőzést. A bajnok Vasas mellett a Kecskemét jutott fel az NB1-be, a Spari pedig a 10. helyen végzett a tabellán. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Idén Pócs Petriben tartották a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés évente megrendezett megyenapi ünnepségét. Arra emlékeznek ilyenkor, hogy 1992-ben május 20-án tartott országos zsinatot Szent László király Szabolcsföldvárában. Az évente más-más megyei helyszínen megtartott eseményen Nagy István agrárminiszter arról beszélt, hogy Pócs Petri a megmaradás jelképévé vált. A község az 1948-as koncepciós per és az egyházak üldöztetése miatt lett országos hírű. A péntek délutáni ünnepségen a megyei önkormányzat kitüntetéseit is átadták. Sportudvarral bővült a Bátori István Katolikus Iskola Nyírbátorban. Az intézményben korábban tornacsarnok épült, mostantól szabad térben is sportolhatnak a diákok. Az átadón Soltész Miklós államtitkár azt mondta, a kormány folyamatosan bővíti és korszerűsíti az oktatási intézményeket felekezeti hovatartozástól függetlenül. Az átadással párhuzamosan rendezték meg a középiskolások egyházmegyei találkozóját. Izgalmas mesével készül a következő évadra a Móricz Zsigmond Színház társulata. A Maszmók az Indiánok között című mesejáték Észak- és Dél-Amerikában játszódik. A darab az óvodás bérlet első előadása lesz majd szeptemberben. Május 23-án hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön mindjárt az időjárás jelentés. Friss hírekkel holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Hétfőn éjszaka felhős lesz az ég, de csapadék nem várható, a hőmérséklet 9 és 12 fok között alakul. Kedden napközben marad a borult idő, de csapadék nem lesz. A hőmérséklet 18-22 fok körül várható. A hét további részében marad a borult, de kora nyári idő, jelentősebb csapadék szerdán lesz.